Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabinyó vagyok, és folytatjuk a HGTV DLC-s House Flippert, ugye a sorozatot. A legutóbbi két részben végre befejeztem a holdbázisomat, szóval az most már teljesen off-os, szóval visszamásoltam a régi mentésemet, ott, ahol a HGTV-t már ugye elkezdtem játszani, és már két részt ugye felvettem belőle, úgyhogy akkor itt tartottam legutoljára. Na, akkor gyerekek, nézzük meg, hogy mi lesz a következő épület, amit föl fogunk újítani. Ugye ez a kettő már megvan. Igen, és ahogy látom, akkor igazából már csak ez a kettő darab maradt itt. Ez a két fehér körvonalú. Na, akkor melyik legyen? Akkor nézzük meg mondjuk ezt. Megrendelés férfi meghívás. Ed kedvezményes áron megvette ezt a kis házat. A pár, aki eladta neki, elvált a ház felújítása közben, ezért néhány dolog teljesen új. Sajnos, mivel nem fejezték be a felújítást, szörnyű rendetlenség maradt a házban. Ednek kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a korábbi tulajdonosok által tervezett megoldásokat fejezze be, vagy rendezze át. Csak egy dologban biztos, kényelmes dolgozószobát akar. Sok szerencsét. Ez mondjuk elég jól hangzik. Szerintem akár ezt el is fogadhatjuk, és akkor a következő alkalomra marad ez a ház, ha csak nem kapunk újabb munkákat. Na mindegy, nézzük meg. No, hát itt is vagyunk, kérem szépen. A szöveg az ugyanaz, a költségvetés 6500 dolcsi lesz, tehát ennyit lehet költeni erre az egészre. Kettő választásom van, és összesen 7 helységet tartalmaz. Jó, becsuk. Hát akkor így néz ki az udvar. Hát itt már baromi nagy törmelék van, és itt ezt el is kell takarítanom egyébként. Itt nincs munkám egyébként a kertel, tehát füvet nyíri meg ilyesmi nem kell. Na jó, hát akkor kezdjünk kapásból itt neki a dolgoknak. Takarítsuk fel ezeket a szemeteket, illetve ezeket a pallókat, meg volt itt ilyen zsák is, vagy micsoda. Itt aztán van minden, gyerekek. Jó szanszéje hagyták, nájon zacskók, meg minden. Cementes zacskók, atya úristen. Oké. Okay. Na, ez készen van. Ezt is ki kellett dobni. Jó, akkor nézzük be a házba. Nézzük meg, hogy benne a házban vajon mi van. Tényleg itt amúgy, teljesen készen vagyok. Akkor más takarítani valom nincs. Atya, úristen. Na viszont, skacok, úgy tűnik, hogy ezt a házat, ez egy teljesen berendezetlen ház kb. Jó, egy-két bútor van, de az igazán nem számít. Szóval ezt nekem teljesen be kell majd rendeznem. Na, erre kíváncsi leszek. Ilyen HGTV-s melón még nem volt. Na, de akkor kezdjük a szemetekkel. Értelemszerűen nylon zacsik, meg mindenféle zacsi, aztól az nem érdekes, jó. Na itt is vannak ilyen szemetes zacsik, cementes zacsi itt bent is, hihetetlen. Ez jó, itt hagyták egyébként. Jó, és akkor még ez. Jó, na ez a helyiség meg nem volt meg, ott még van szemetes, vagy nylon zacskó, meg itt is. Jó, a helyiségnek ezen részén nincs semmi. Jó. Itt sem kell elpakolni, itt alánylag szép rend van, mondjuk rá. Ja, és akkor itt kell majd a dolgozószoba. Aha! Esetleg itt valami, itt semmi. Jó. Oké. Okay. Ő majdnem megúszta. Na és most új ügyességi pont, illetve képesség pont. És akkor, ó gyerekek, egy csomó elosztani való pontom van. Nagyobb hatótáv. Hát akkor ezt én már most kifejlesztem. Aztán van a bontásnál is. Acéltriceps, 5%-a nagyobb erő. De nekem ez a nagy professzionális kalapács jobban tetszik, illetve van még az építésnél, amikor ki van festve a fal, de nekem ez a maximális mennyiségű fal kell. Ezt ugye már a holdbázis kiépítésénél egyszer megkaptam, ugye abban a mentésben, szóval ez egy baromi jó dolog. Na, jó, most már elosztottam őket. Király, akkor nézzük meg, hogy itt milyen választási lehetőségeim vannak. Mit csináljunk a nappaliban lévő bútorokkal? Ez itt a kérdés. A Csajci azt mondja, hogy a bőrbútorok nagyon stílusosak, tartsuk meg őket. Egészítsük ki hasonló stílusú bútorokkal, a Faszi pedig azt mondja, hogy a modern anyagok és kiegészítők jobban illeszkednek a konyha bútorokhoz. Na, akkor most hallgassuk a Csajcira. Jó. És akkor itt van, módosíts a falat. Várjunk, hol kell nekem falat módosítani? Ezt kéne nekem mindenki ütnöm? Ezt a falat? Gondolom, hogy igen, mert a térképen csak ez a piros, de akkor azért nézzük még körül. Jaj, tényleg itt nem is voltam. Ah, igen, ez ugye a WC. Jó, meg a fürdőszoba. Na jó van, akkor rosszul mondtam. A módosítsd a falat az nem arra a helyiségre értendő, hanem erre, de itt az alkategória az pedig az, hogy fest fehérre, illetve helyezz el a fali csempéket, világos szürke porcelán mozaik, jó? Igen, meg kell még szokni, hogy
most már ilyen fő kategóriák vannak, mint például a módosítsa falat, és azon belül van a lényeg. Na, szóval akkor le kell az egészet festenem fehérre, és el kell helyeznem a világos szürke porcelán mozaikokat. Na, hogy is fogunk ide elférni? Várjunk most csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Igen, akkor körülbelül ebben a vonalban kell elhelyezni a csempéket. Jó, na akkor vegyünk ilyen világos szürke porcelán mozaikot. Na itt van, falra való kell nekem, úgyhogy hát világos szürke. Válaszolunk ilyen szín módosítás, vagy legyen inkább ilyen egyszínű. Legyen egyszínű. Veszünk egyet, szerintem ez amúgy elég lesz. Letesszük oda, és akkor nézzük. A kezemben van most 10 darab, és akkor kezdjük innen. Jó, oké, ez jó lesz, és már számolja is, már 3/15, ezzel együtt 4/15, hát srácok, ez nem lesz elég, 15 darab ilyen csempe van itt, egy ilyen pakban, de az a baj, ez így nem lesz elég, mert ide már nem fog jutni, illetve majd oda föl is fog kelleni, mindenképpen, úgyhogy akkor veszünk még egy pakot, és akkor ezzel még egyszer befestjük, hát becsempézem. Jó, és akkor ezzel igazából ez már készen van. De hát akkor itt már csak megcsináljuk, hogy legyen valami szépen kinéző dolog benne. Jó. Jó, hát akár még ide is tehetnék, hogy akkor legyen itt végig csempézve, de ez szerintem itt jól néz ki. Jó, ezt én most már eladom, ez nem kell, és akkor, hát akkor most jön gyerekek a festés. 0/180. Jó, így 180 ilyen panel, ezek szerint. Tehát akkor most már nem százalékban írja ki, tehát a fal szakaszát írja ki, amiből elvileg 180 van. Nézzük, 1, 2, így van. Na jó van, srácok, akkor ezt én gyorsan befestem, mármint nekem nem lesz gyors, nektek már gyorsabb lesz, mert itt meg lesz vágva a videó. Na gyerekek, végre valahára befejeztem. Ez egy marha hosszú folyamat volt. Oh my gosh, egyébként kapcsoltam egy ilyen lámpát, de hát csak az a kettő kis spot lámpa van, úgyhogy nagyon nagy fényt nem ad. Na de mindegy, ez készen van, végre, valahára el is adom. Lehet, hogy kell majd még később, de akkor majd veszek. Jó, no, helyezd el a padlólapokat, palisandere padlólap, jó, palisander padlólap, palisander padlólap, pali. Aha, szóval ő az. Jó, hát akkor ez most megint csak százalékban van kiírva. Úgyhogy akkor szépen itt végighúzzuk eddig a pontig. Így van, ez már 68%. De pá, nem így akartam. Na jó, mindegy, tedd le. Igen. Odáig. És akkor idáig. Ugyan most már készen van, de akkor teszek még ide is. Hogy ezzel nézzem már ki jól. Ide nem szükséges, viszont ide igen. Jó. Király. Na, beépíthető széles függöny, meg egy lag. Oké. Na, nézzük. Na, szóval ő kell. Na most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy ezt még nem kéne felrakni, mert nem tudom, milyen színekből fognak állni azok a bútorok, amiket be fogok ide tenni, és akkor szeretném, hogyha már passzolna a bútorhoz is a szín. Úgyhogy akkor először is ezeket ugye nem fogjuk eladni, mert most ezek kelleni fognak ehhez a fajta megrendeléshez. Szóval ezt átmenetileg, hova is tegyük. Jó, ide teszem egyelőre. Ez a végleges helye még biztos, hogy nem lesz, tehát hogy, mármint, hogy nem ez lesz a végleges helye. Meg elteszem ezeket is. Jó, tegyük átmenetileg ide ezt is. És akkor vegyük meg ezt az óriási, milyen fa asztal. Tehát ezt. Ja igen, ilyet tettem a holdra is. Igen, a holdbázishoz. Na most, most megveszem egyelőre, ehhez a fajta fekete-szürke konyha bútorhoz ez passzolni fog, viszont akkor ezt csak ide ki nem úgy tenni, szerintem, közel a konyhához, viszont akkor ezek meg rossz helyen vannak. Jó, tudjátok mit? Megint csak azt csinálom, hogy megveszem az összes ilyen cuccot, és szépen elhelyezgetjük őket. Edgen szék. Ebből most nem tudom, többet kellett venni vagy sem, nem is néztem a mennyiséget, de mindegy. Várjunk! A fa, az lehet fehér, ez pedig legyen ilyen. Ez milyen színű? Ja, ez barna, várjál, akkor ez mégse jó. Na, fekete, őt kerestem, hát persze. Vagy lehetne nem, ilyen, inkább ne. Jó.
Igen, ebből 6 darab kellett, ugye ezt majd nyilván ide kell tenni az asztal köré. Jó, akkor ezeket is szépen megvesszük. Jó, akkor egy még ide elfér. Jó. Ezek megvannak, kép tavaszi tó. Na most már ezek díszítések, Chiller tulipán, klasszikus, szörnyek klasszikus kék. Chiller tulipán, nézzük. Az ő, na ő is újfajta cucc egyébként. Hát ez mondjuk lehet, szintén fekete. Fekete fa. Ezt nem tudom, hogy hol tegyük. Tegyük ide, hogy itt legyen a fény, vagy pedig tegyük ide, majd az asztal fölé, mert ugye az asztal az pedig itt lesz. Jó, na átmenetileg itt lesz, és mindjárt lőn világosság. Szóval átmenetileg itt lesz, aztán majd meglássuk. Kell még szőnyeg, klasszikus kék. Ő az. Ez ilyen. Hát ez nem valami szép. Ilyen picike? Azt ezt hova tegyem? Lábtörlőnek, vagy mi? Oda, és akkor rendezgessük ezt szépen el. Hát, elég üres itt minden egyébként, de mindegy. Jó, és akkor jöhet most már végül is az étkező asztal, ez a kis étkező sarok. Na most lehetne így, de inkább így. Hát, kb-ra, és az új székeket pedig szépen ide elhelyezgetjük. Középre, az asztalhoz. Így. És akkor az utolsó széket, az pedig a másikkal szemközt, nyilvánvaló, mondjuk így. Picikét ezt húzhatom kiebb, mondjuk így. Na, egész pöpecül néz ki, viszont akkor itt van még mindig ez a kis szőnyeg, amit tettem, hogy hova kéne eltenni. Tegyem mondjuk ide, alá, de ez még bután néz ki. Itt középen pedig még inkább. Hát nem tudom, srácok, ez annyira kicsik ez a szőnyeg. Jó, hát mindegy, így kérte a vevő, úgyhogy akkor így csináljuk meg. Na, és akkor most kell a függöny, beépíthető széles függöny. Na most, minden szürke, fehér, meg fekete, úgyhogy akkor lehetne vagy fekete függöny, de ez meg szerintem túlságosan erős ez a szín. Lehetne ilyen virágos, ez ilyen világosabb az egész. Hát lehetne fehér, de az inkább nem, mert akkor meg már megint túl sok lesz a fehér. Ez a zöld, ez túl sötét zöld, szóval akkor szerintem maradjon ez a szürke virágos, és akkor ebből kell 3 darab, ugyebár. Na akkor az egyiket föltesszük ide. Na mondom, föltesszük ide. Jó, akkor állunk az asztalra, az kész, jó. Akkor szereljük fel. Ezt oda, be a csavarokat gyorsan a helyére. Erről van itt szó. És rá a függönyt, és kész. Nézzük. Na, és még jól is néz ki. És akkor kell még oda, meg oda. Viszont ha ide fogom tenni, akkor a kanapé megint útba lesz. Mert megint nem lehet majd oda tenni, mert ugye a függönynek baj, hogyha bármibe úgymond belelóg. Na, akkor oda. És oda. Jó, akkor kezdjük ezzel, hogy oda tudjam tenni a kanapét minél előbb vissza a helyére. Jó, nézzük. Mert így most már... látjátok, ezt mondom. Ennyire ki kell hozni? Hát mekkora hely lesz már itt közte? Nem tudom. Ez így furcsán néz ki. Még egy megoldás lehet. Most fogom. Elteszem megint. Már megint. Ezt áttesszük ide. Ennek nem baj, hogyha a faltól távol van. Az asztalkát ide elé. Nagyjából el is találtam, hogy pont középen legyen. Mármint a kis fotelkához képest. És akkor ez pedig ide. Nézzük? Na, most már így jó. És akkor ezt a kanapét pedig áttesszük ehhez a falhoz. Ide be a sarokba. Jó, az pedig maradhat nyugodtan ott. Vagy meg is cserélhetném a kettőt. Tényleg cseréljük meg? Ezt átteszem oda. És akkor minden falfelülethez képest egy aránylag hozzápasszoló nagyságú tárgy van odatéve. Na, ez így meg egész jól néz ki, de ez pedig, hát gyerekek, ez... Hát... itt most nincs semmi. De talán még mindig jobban néz ki itt ez a szőnyeg, mint ez a picike szőnyeg itt középen. Na jó van, a függönyökből még ezt nem szeretem föl, hogyha gyors megcsinálom. És kész. Jó. No, akkor már csak ez a Chiller tulipán van. Jó, hogy ebből kettő kell! Várjál már, hát akkor ezt ide fölteszik az asztal fölé. Pontosan középre. Oké, és akkor veszünk ebből még egyet. Na hát azzal kéne egy vonalba tenni. Hát, fogjuk rá, jó ez. Jó, na akkor, ja, még a tavaszi tó. Várjunk, a képet majdnem kifelejtettem. Tavaszi tó. Két tavaszi tó. Na ő kell. És akkor őt pedig
Hát mondjuk ide kéne tenni szerintem, mert ott jól néz ki meg ott. Hát nem tudom. Tegyük ide, itt túlságosan üres minden. Jó. Így. Tarám, kész. Na, itt a fürdőszobában, itt semmi dolgom nincs, de egyébként meg tök jól néz ki ez a fürdőszoba. Ez kifejezetten tetszetős. Jó. Oké. Okay. Na, itt viszont már lesz dolgom. Jócskán lesz dolgom. Töröld a tárgyat. Dupla ágyszív. Hát igen, mondjuk ez elég gicses. Mondjuk úgy, hogy undorító. Tehát ez így szevasz. Oké. Okay. Szerezd fel az eszközt. Beépíthető vékony függöny, széles függöny és Orion fiús ágy. Na igen, egy fiús ágy. Igen, férfi meghívás ugye ennek a munkának a címe. Úgyhogy akkor nyilvánvaló, hogy ezt a gicses, romantikus ágyat töröltük. Na ő kell, hát már mindjárt jobban néz ki, mint az a szívecske és akármicsoda. És ha már fiús ágy, akkor a kék színnél kéne megmaradni, mert ugye a kék az olyan fiús szín. Jó, a fa pedig az fekete. Egyértelmű. Van lehet-e fekete, vagy full fehér? Nem, fekete. Fekete, ez így jól néz ki. Jó. Hát és akkor igazából ennek már itt van a helye. Már simán tudom ide tenni. Bár tehetném pont ide az ablak alá. Hát mondjuk nem. Nem. Ez itt jó helyen lesz. Pont nem fog, de nem. Nem fér el ezek miatt. Ezeket arrébb kell tegyem. Sőt, tudjátok mit? Eltesszük, az ott leesett. Mi volt? Ez nem volt jó? Most miért dobtam ki? Akkor ezt szépen betesszük egész ide a sarokba. Igen. Ja, mert hogyha leesik, akkor tör... Aha, értem. Szóval, ha leesik a tárgy, mondjuk egy ilyen lámpa, akkor az tönkre megy. Vagy valami ilyen baja lesz. Jó, tudjátok mit? Ez most már ilyen. Nem foglalkozzunk vele. Kész. Na mondjuk így. És akkor ezt az éjjeli szegrény pedig... ide. Akkor már csak a függönyök maradtak hátra, szóval akkor megint kell ilyen széles függöny, akkor ő is legyen kék. Én azt mondom nektek, hogy legyen kék, föltesszük oda, és akkor már is felszereljük. Hát igen, ugye, hogyha kék ágynemű, akkor legyen a függöny is kék, azért mégiscsak maradjunk meg egyforma színeknél nagyjából, hogy azért valahogy passzoljanak már egymáshoz ezek a dolgok, és akkor ide kell még vékony függöny, és akkor értelemszerűen ő is kék lesz. Ez nem is olyan kék. Ez most olyan kék? Hát mindjárt kiderül. Mi van, nem tudom föl... nem tudom föltenni emiatt a buta... Most komolyan? Na jó, akkor fölteszem ezt a függönyt. Ilyen kék színben. Gyorsan felszerelem. És akkor ehhez képest ezt majd igazítva az ágy is, meg az éjjeli szekrények is, mert úgy látszik, hogy ezt még mindig nem oldották meg, hogy... Na mindegy. Akkor gyors megcsinálom. Jó, hát ennyi. Na jó van, hát akkor ezt így sikerült megcsinálni, és akkor végül is szép, egyforma kék lett mind a két függöny, és egyébként én még mindig hiányolom, hogy miért nem lehet őket elhúzni. Tudjátok mit? Mi, ezt ki se lehet nyitni? Hogy szellőzön? Nem már. Na jó van, akkor már is nincs több dolgom, innen kijövünk, és akkor igazából most jön maga a dolgozó szoba, amiről ugye szó van. Na ezt itt már is el kell bontani ezt az egészet. Úgyhogy így. Jó, és akkor még az alsó részeit. Opa, rejtett pince. Ó, gyerekek, mit találtam? Az öltözőben lévő fal megbontása feltárta a tágas alaksor felé vezető utat. Az előző tulajdonos megemlítette, hogy nagyapja könyvelő volt, és rengeteg dokumentuma volt neki. Úgy tűnik, hogy a pincében tartotta őket. Ki kell dobni ezeket a dobozokat, és új szobát lehet berendezni. És igen, egyébként néztem is, hogy itt annyira szűk a hely, meg annyira nem illik ide ez az egész fal. Gyerekek. Ó, mit találtam! És egy újabb munkával bővült ugye a lista, mert akkor ezt is nekem meg kell majd csinálnom. Na de akkor ne szaladjunk ennyire előre, akkor először nézzük meg a dolgozó szobát. Na szóval a korábbi tulajdonosok nagy elegáns íróasztalt hagytak itt, mit tegyünk vele? A csaj azt mondja, tartsuk ezt. Mármint, hogy tartsuk itt. Ennek van története, egy Csillárral együtt visszafogottan karakteres dolgozó szobát nyerünk. A faszi azt mondja, cseréljük valami kisebbre, túl nagy helyre van szüksége. Ja, hogy az íróasztal túl sok helyet foglal. Jó, most akkor válaszoljuk a faszinak a kérését, ha már eddig a csajét teljesítettük, és akkor töröld a tárgyat Alexander íróasztal. Na, őt kell törölni. Szia, íróasztal, őt nem kell? Őt nem. Viszont most elteszem egyelőre idebe,
Szóval most kell kartazó íróasztal. Nem kartaxó, bocsánat, kartaxó íróasztal. Na hát ő kell, legyen valami világosabb fa ezúttal. Jó, maradjunk meg ennél. És akkor ez a fenyő. Jó. A fenyő íróasztalt, hát akkor ugye itt van ez a kis rejtett ajtó. Hát hova tegyük ezt? Tegyük akkor csak simán ide. Azt jó van? Jó. Csempe négyszögletes szőnyeg, illetve íróasztal lámpa flex, de akkor ezt tegyük vissza ide a helyére. Ez így teljesen korrekt. Jó. Na akkor vegyük meg ezt az íróasztal lámpa flexet. Na ő is egy újfajta lámpa. Már ilyet már láttunk ugye a holdbázison. Vagy ez nem újfajta? Vagy csak a neve más? Nem tudom. Kapcsoljuk fel. Hát elég érdekes fénye van, de mindegy. Hát alig-alig világít. Na mindegy. Csempe négyszögletes szőnyeg. Aha, ő kell. Narancs. Ez ilyen barnában mondjuk jó lenne. Igen. Vagy nem, vagy túlságosan barna? Úgyhogy akkor szerintem maradunk a fehérnél, és akkor letesszük. Hát ide például. És ha valaki belép, akkor szök jó. Nem mindegy, szóval ez nem tudom, mit akartam mondani. Mindegy, nem törődünk vele. Jó, becsukjuk, és akkor nézzük meg ezt. Na nézzük, lámpa. Aha, itt is csak ilyen picike izó van. Gyerekek, mennyi doboz van itt? Atya, úr, Isten. Na jó, pakoljuk ezt el. Na, itt még fönn van 2, 3, jó, összesen 3 volt. Elvileg akkor mindent elpakoltam. Töröld a tárgyat. Na hát igen, ez ugye elég csúnyán néz ki, úgyhogy szépen eladjuk. Ő se kell. A garázspolc az se kellett, és akkor ő meg kell, meg ők is kellenek. Jó. Ide kell elhelyezni az eszközt. Sfera csillár. Spahera csillár. Hogy néz ez ki, gyerekek? Hát... nem tudom, ez elég gicses szintén, főleg ilyen aranyszínben, úgyhogy ezt gyorsan átmódosítjuk. Na hát legyen ilyen szép világos. Az egész ilyen fémszerű lesz tőle. Az üveg, aha, az maga a körtéknek a színe. Ez így viszont nem is néz ki rosszul, nézzétek? Ez tetszik, ezt megvesszük. Jó, tegyük le ide. Hát, ezt most középre kéne persze tenni, de akkor nem ennyire középre, akkor inkább a lépcsőtől el, és akkor... a lépcső és a fal közötti részhez középre. Hát mondjuk így, ne kapcsoljuk fel. Ó, na igen, így most már azért jól néz ki. Á, biliárdasztal, most nézem, hogy mi kell ide. Na várjál, akkor viszont, hogy a biliárdasztal kell, akkor annak itt ebben a sarokban kéne helyet csinálni. Szóval akkor ezt én most átmenetileg száműzöm ide, és itt amúgy nem lehet elfelé. Nézzetek meg, akkor ez a csillár, hogy beleverem a fejem. Hát ilyetetlen. Na, biliárdasztal. Hát ebből még mindig csak ez az egy van, de mindegy. A posztó értelemszerűen zöld lesz, a láb most legyen világos. És mi van még? Keret. Hát, legyen világos. Világos. Na, és ez pedig szépen el fog férni itt. Mondjuk így. Körüljárhatok kényelmesen? Úgy tűnik, hogy igen. Jó. Na, akkor kell még... jaj, csocsóasztal is kell. Aha. Ugye, amúgy ilyenek vannak az én házamban is, ha emlékeztek rá, a fönti részben, ahol van egy ilyen buliszoba. Na, akkor legyen... Akkor legyen most sárga. Na, akkor világos színű a biliárdasztal, akkor legyen hozzá passzoló ez is. És az első szín az igazából mit akar ábrázolni? Ja, a fogantyút! Aha! Jó, akkor a fogantyú is legyen ilyen színű. Jó, vegyük meg. Igen, na most akkor ennek kéne elférnie még. Valahol. Tegyük be. Tudjátok mit? Jó, tudom, készen vagyok, de még el akarom pakolni a tucokat. Szóval, ezt tegyük akkor szépen... hát hova? Tényleg, nem nagyon fér ez el sehova igazából. Bárhova teszem... hát talán itt nem lesz annyira útban. A biliárdasztal az ilyen közel. Mert azért ettől még el lehet járni, ütni majd lehet a dákóval. Na akkor ezt a széket, vagyis hát fotelt szintén ide tesszük. Picikét elforgatom. Úgy, és hát akkor neki kéne még helyet találni. Legyen akkor itt, kapásból. Hát, nem tudom. Viszont a csocsóasztalt meg áttesszük akkor. Hát az a baj, hogyha valaki csocsózik és beáll ide, akkor beveri a fejét ide a lépcsőbe. Úgyhogy ez annyira itt nem jó ötlet. Vagy lehetne akkor úgy megcsinálni, hogy ezt eltesszük ide.
Hát a szekrényt átszáműzzük ide. Igazából olyan teljesen mindegy, hogy most ez hun van. Ennek a helységnek úgysem ad a célja. És akkor ez pedig elfér ide. Mondjuk így. Nézzük? Na. Ide most, ha be lehet állni, szép kényelmesen lehet játszani, itt is lehet játszani, és még itt is el lehet járni, és mondjuk, hogy egész jól sikerült így. Na, gyerekek, ó, hát ez nagyon király. Még egy ilyen plusz szobát is kaptunk ajándékban. Jó. Szóval akkor már csak Enter-t kell nyomnom, és akkor kapok, ugye 100%-ot teljesítettem, kapok 8414,91 dolcsit, és befejezés. Tadám, na nézzük a lakás fotózását. Ugye ilyen volt, ilyen lett. Ez baromi jó az a rész egyébként. Ez ilyen volt, ilyen lett. Igen. Hát itt ugye igazából az asztalt cserélődött le. Innen ugye eltűntek a romok. A törmelékek, stb. Így van. És akkor ennyi volt. Fotók mentése portfólióba. Na, haza is tértünk, szóval akkor nézzük meg, hogy kaptam-e plusz új munkát, de nem kaptam. Ez az egy házba maradt csak hátra, szóval ezt meg kell csinálnom ahhoz, hogy újabb munka oldódjon föl, legalábbis gondolom, hogy fel fog oldódni. Na jó van, ez majd a következő részben. Mármint ez a ház. Úgyhogy ez most ennyi volt, srácok, ne felejtsetek feliratkozni, hogyha tetszik nektek az, amit csinálok, mindenképpen lájkoljátok a videót, illetve kommentbe írjátok le a véleményeteket. Hamarosan jövök a következő résszel, addig is minden jót kívánok, sziasztok!